Ez egy tulajdonképpen egy személyiségfejlődési mese. Ez egy olyan dolog, amit végül is a saját életem tapasztalataiból írtam. Egy kislány, akitől elropja a boszorkány a rózsát, és a rózsa szerelmet szimbolizálja. És aztán elalszik az út elején, és a kastélyba érkezvén mindenféle ajtók nyílnak. A francia táncmester, Szimbád, Balassi. Ugye vannak női elemek, férfi elemek, vannak a panaszos nők, akik közül a boszorkány is egy, és ezért lopta el a rózsát, mert féltékeny. Aztán megy a sztori, még nem szerelmes lesz egy cigányfiúba, összeházasodnak, és a boszorkány hatalma szerte foszlik. Nagyjából ez a sztori, és aztán visszatérnek az álomból a valóságba, vagy fordítva? Ez is egy nyitott kérdés. Ezért is álom-álom, kitalálom a címe, mert hogy mégis a valóság az egy megálmodott dolog. A Szokolai Dongó Balázs fúvósokon játszik elsősorban, de most már egyre többet énekel, Bolya Mátyás pedig citerán és kobzán. Egyébként a lemezen még szerzőtársam volt Vilus Samu, tehát mi hárman voltunk szerzők, Matyival és Samuval, és ebben a lemezen még olyan nevek vannak, mint Csebő Ferenc az énekmondó szerepében, Daróczi Ági a cigányasszony szerepében, Dés András, Novák Csaba, Fazekas Gergő, Füri Anna, Szabó Dániel. 2004-es a lemez, és azóta egy elég nagy sikere van a gyerekek körében, felnőttek körében, és nagyon örülök neki, mert egyébként szerintem nem egy sikerorientált lemez, tehát ilyen kérdések merülnek fel, mint szerelem, álom és valóság, ami nem egy pop téma. Én nem tudom, hogy ez hogy van, nyilván ez sok mindennek köszönhető. Én 15 éve énekelek, tehát lemezeim azért 2-3 évesek már, az alatt eléggé eljutottak az emberek fülébe, szívébe. Én nagyon örülök ennek tényleg, mert nagyon, nagyon sok szeretetet kapok vissza. Annak ellenére mondom, hogy ez nem indult egy sikerorientált dolognak, tehát nem ez volt az elsődleges célja, hanem az, hogy én ki tudjam énekelni azt, ami a szívemen van, és abszolút magánügyi kérdésnek gondoltam. Azzal együtt, hogy szeretem megosztani másokkal, de azt gondoltam, hogy ez egy ilyen pár száz embert érintő magánügy, úgy látszik több lett belőle.